Köszöntöm a Városi Televízió nézőitőnek a Túrjobjektív című műsorunkat látják. Műsorunk mai vendége Baranyi Néfodor Zsuzsa rendőr őrnagy, a Jászenykun-Szolnok vármegyei rendőrfőkapitányság bűnmegelőzési osztályának munkatársa. Köszöntenek nálunk, és köszönöm, hogy elfogadtad a meghívásunkat. Én is nagyon szépen köszönöm a meghívást, és üdvözlöm a nézőket. A mai műsorunkban az online csalásokról fogunk beszélgetni tulajdonképpen. Hát nagyon sajnálatos módon itt Jászenykun-Szolnok vármegyében is elég sokszor előfordul, hogy a lakosok online csalók áldozatai lesznek. Milyen típusai vannak az online csalásnak, illetve hogyan lehet felismerni, tehát honnan tudhatjuk, hogy mi egy online csalásnak akarnak minket alávedni, és hogyan tudjuk ezt megelőzni? Hát én elsősorban először is szeretnék egy pár darab elkövetési magatartást ismertetni, hogy mik azok a történetek, amivel a csalók próbálkoznak. Az egyik az, amikor telefonon keresztül hívják fel a sértettet, banki alkalmazottnak adják ki magukat, és egy stressz helyzetbe, döntési helyzetbe akarják hozni a sértettet, hiszen őt arról tájékoztatják, hogy valamilyen külső behatolás érkezett az ő bankszámlájára, és el akarják utalni neki a pénzét. Ilyenkor legtöbbször bankkártyaadatokat próbálnak meg megszerezni. Ugye a legfontosabb bankkártya adataink a bankkártyánknak a száma, a bankkártya tulajdonosának a neve, a lejárati kódja a bankkártyának, illetve az úgynevezett háromjegyű CVC kódja, és ha ezeket megszerzik, ezekkel gyakorlatilag az összes pénzt le tudják venni a sértetnek a számlájáról, el tudják azt költeni. A másik elkövetési mód az, amikor hát itt jobbára az internetes vásárlásokhoz köthető, a sértett árul valamit az interneten keresztül, valamilyen terméket, akár közösségi oldalon, akár felkapott használcikk oldalakon, és arra érkezik egy jelentkező, hogy ő szeretné ezt a terméket megvásárolni, és valamilyen csomagküldő alkalmazással, valamilyen csomagküldő szolgáltatóval fogja ezt a csomagot elvinni a sértettől. Ilyenkor szeretne neki küldeni egy linket, a csomagküldő szolgálatnak a linkjét, amit nyilván elmondja, hogy ezt ki kell tölteni. Azonban nagyon sok esetben ez a link, ha rákattint a sértett, akkor elnavigálja őt egy olyan oldalra, egy bank kiválasztó oldalra, hogy ő valójában hol bankol, és innestől kezdve már egy nagyon a bankjához hasonló, ha ezt kiválassza, akkor nyilván a nagyon a bankjához hasonló felületre fog megérkezni, ahol az internetes banki adatait, ha megkapja, akkor megadja, akkor gyakorlatilag hozzáférést enged az ő bankszámlájához, ahol szintén le tudják emelni a rajta lévő összeget. Uh-huh. Egy másik elkövetési mód, ahhoz is nagyon hasonló ehhez, akár telefonon, akár e-mailben, akár SMS-ben érkezik megint egy link, amit kérnek, hogy töltsön le, és amikor ezt letöltötte, akkor az elkövetők, ehhez mondjuk tudnék mondani egy példát, például az AnyDesk program, letöltetik ezt az App Store-ból, vagy attól függ, hogy kinek... Ez egy program, ez egy applikáció? Igen, ezt letöltik. Ez egy távoli hozzáférés biztosít az elkövetőkhöz, és innestől kezdve ugye nyilván akár a számítógépen, akár a telefonján minden egyes leütését látják a sértetnek. Ami ezzel kapcsolatosan én azt gondolom, hogy a legfontosabb, és bárha ha telefonhívás érkezik, ha e-mailt kapunk, vagy SMS üzenetünk jött például, hogy a csomagunkat nem vettük át, de kattintsunk rá a linkre. Tehát bármilyen megkeresés érkezik, ami arra irányul, hogy mi adjuk meg a bankkártya adatainkat, vagy adjuk meg az internetes banki felhasználó nevünket, jelszavunkat, akkor ez legyen egy véscsengő. Mi ne felejtsük el soha, hogy a bankkártyánkat azt a bank küldi ki a részünkre. Neki rendelkezésre állnak ezek az adatok. Az internetes banki felhasználó nevünket a bank generálja le, ad egy jelszót is, amit utána meg kell változtatnunk, de a banknak ez is rendelkezésére áll, tehát nem fognak ilyen adatokat kérni. Ugye az internetes vásárlásnál, amikor én adok el valamit, akkor a vevő kettő dolgot kérdezzen. Hova menjen a termékért, és hogy mi az én
bankszámla számom, amire utalhat, és nem bankkártya számom. Tehát mindig gondolkozzunk már el azon, hiába mondják azt, hogy hitelesítenünk kell magunkat, és azért küldik meg ezeket a linkeket, ami ugye a mi bankunkhoz hasonló, internetes banki felületünkhöz hasonló. Gondolkozzunk el, hogy miért kellene a vevőnek hozzáférni az én bankszámla számomhoz. És egy másik nagyon fontos dolog, amivel ugye hiszen nagyon sok esetben már többfaktoros hitelesítés szükséges ahhoz, hogy mondjuk a bankszámlánkról mi utaljunk, vagy egy bankkártyás vásárláshoz is van, amikor úgy van beállítva nagyon sokunknak szerintem a bankkártyája, hogy kér egy PIN kódot, egy kódot. Ez meg is érkezik jelen esetben a sértetthez, de például egy telefonos csalás alkalmával ezt elkérik tőle az elkövető, vagy az elkövetők. Meg is fel is olvasnék egy SMS-t, tehát mindenféleképpen arra figyeljünk, hogy amikor egy ilyen SMS megérkezik, akkor ne a kódra koncentráljunk, hanem arra, hogy mi valójában az SMS tartalma. Például a legutóbbi SMS, amit én is kaptam egy átutaláskor, abban gyönyörűen le van írva: átutalás belföldön forintban, egyszer használatos jelszava, ez meg ez, összege ez, nyilván itt megadják az összeget, címzetje pedig az alábbi bankszámlaszám. Egy ilyen SMS-nek a tartalma az úgy néz ki, és én is felolvasom a saját telefonomból, hogy átutalás belföldön forintban, és ehhez ad egy egyszer használatos jelszót, amit el akar majd tőlünk érni a csaló, és ebben az SMS-ben az is benne van, hogy mennyi összeget és hova lesz átutalva. Tehát gondolkodás nélkül SMS-ben érkezett kódokat ne adjunk meg, mert ez szükséges ahhoz, hogy ők minél rövidebb időn belül az összes pénzünket elutalják a számlánkról. Igazság szerint akkor tulajdonképpen az a lényeg, hogyha a bankunk hív, vagy valaki a bankunknak adja ki magát és úgy hív, adatokat nem adhatunk meg, amiket említettél te is, mert azokkal az információkkal a bank rendelkezik, illetve az lenne még a kérdésem, hogy honnan tudhatjuk azt, mert ugye elég sokszor tapasztalhatjuk azt például egy internetes vásárlás kapcsán, hogy valóban jönnek ilyen SMS-ek, amiben kód van, és azt ugye be kell írni a felületen belül, és tehát ezek a nem átverős vásárlásokkor vannak, hogy mi az a nagyon lebuktatós hiba, amit ők elkövetnek, amiben mi már láthatjuk, hogy na, ez biztos, hogy csalás lesz. Én azt gondolom, hogy amikor én adok el valamit, az legyen egy figyelmeztető jel, hogy akkor soha nem nekem kell fizetnem. Tehát amikor én adok el valamit. Amikor viszont én vásárolok interneten, nyilván akkor el kell döntenem, hogy én biztonságosnak tartom-e azt az internetes oldalt, hogy én ott megmerjem adni a bankkártya adataimat. Nyilván az is előfordul, hogy elutaljuk ezt a pénzt, az interneten akarunk vásárolni valamit, ugye ez a klasszikusabb és talán nagyobb múltra visszatekintő, és valójában nem érkezik meg a termék, vagy mondjuk telefon helyett egy blokktéglát tesznek bele a csomagba. Nyilván ilyenkor is mérlegelni kell, és meg törekedni kell arra, hogy minél biztonságosabb oldalról vásároljunk. Meg lehet nézni a különböző keresőprogramokban, rá lehet arra az oldalra nézni. Vannak olyan programok, amik például csillagokkal jelzik a megbízhatóságát az adott boltnak. Vannak fenn vélemények róla, tehát próbáljunk meg minél inkább ismertebb online felületekről vásárolni, illetőleg nyilvánvalóan lehet a Revoluthoz hasonló kártyákat is alkalmazni. Ilyenkor ugye azon az adott kártyán, amiről vásárolok, mindig csak annyi összeget teszek fel, ami éppen az adott vásárláshoz szükséges. Ilyenkor nyilván védem a bankkártyámat, de az, hogy ez a termék meg fog érkezni, vagy arra sem, nincs garancia. Arra nincs garancia. Lehet utánvétellel kérni például, az is egy megoldás lehet, hogy nem fizetek előre, hanem mindig utánvétellel fizetek, de mindenféleképpen én azt tudom ajánlani, hogy inkább ismertebb, nagyobb oldalakról vásároljunk, nézzünk utána annak az internetes oldalnak, nézzük meg róla a véleményeket, nézzük meg, hogy megbízhatónak minősítették mások, vagy sem. És mit tehetünk akkor, hogyha már egy csalás áldozatai lettünk? Olyankor mi a metódus, amit végig lehet követni, hogy esetleg vissza lehet-e kapni azt az adott összeget, amit elvesztettünk? A rendőrség hogyan tud ebben segíteni?
Hát nyilvánvalóan azonnal feljelentést kell kenni 112-re, vagy akár bármelyik a lakóhely szerint illetékes rendőrkapitányságon, és utána meg fog indulni ebben a büntetőeljárás. Ezeket az üzeneteket és minden üzenetváltás telefonszámot nyilván szükséges megőrizni, és a rendőrhatóság részére rendelkezésre bocsájtani, és utána nyilván a nyomozás során pedig a rendőrség mindent megtesz az okozott kár megtérülése érdekében. A tapasztalatszerzés érdekében tudsz esetleg néhány példát ezzel kapcsolatosan felolvasni nekünk, vagy elmondani, hogy hogyan is néz ki tulajdonképpen egy ilyen csalás? Én is készültem ilyen történettel, ami nyilvánvalóan itt történt meg a Vármegyében. Ugye egy internetes oldalon feladott műszaki cikk hirdetésére vásárlóként jelentkezett az elkövető, aki a bejelentő által megadott e-mail címre egy olyan linket küldött, amely megtévesztésig hasonlít a sértett bankjának a bejelentkező oldalára. A belépést követően a sértett megadta a bankkártyaszámát és a CVC kódját is, ezután a bankkártyája limitjét módosították, és a rajta lévő pénzt levették. Másik esetben rendelkeztek a bankkártyája felett tulajdonképpen. Igen. Egy másik esetben forró levegős hajformázó készülék eladása kapcsán tévesztették meg a vármegyei lakost, aki a vásárlási szándékát jelző személytől cseten keresztül kapta az egyik csomagfeladó felületére emlékeztető adathalász linket, ahol a fizetés fogadás gombra kattintva a sértett egy bankválasztó oldalon találta magát, tehát ki kellett választani a saját bankját. Itt kiválasztott a saját számlavezető bankját, majd megadta az adatait, végül pedig az SMS-ben kapott megerősítő kódot is, ugye, amiről korábban beszéltem, a sértett bankszámlájáról pedig ezek után jelentős összeget emeltek le így. Tehát itt megint az, hogy hozzáférést adott az ő internetes bankjához, ahol őknét elindították ezt az utalást. Nyilván a megerősítő kód megérkezett a sértett telefonjára, és el nem olvasva ezt az üzenetet, rögtön bediktálta a megerősítő kódot, amivel bezárult és befejeződött ez az utalás. A banki, amikor a csalók telefonon telefonálnak, akkor nagyon sokszor irányul arra a kérdésük, hogy a sértett emlékezete szerint mennyi pénz lehet a számláján. Nyilván ennek is az az oka, hogy egy utalással akarnak minél nagyobb összeget leszedni a sértettnek a számlájáról. Tapasztalatok alapján melyik korosztály a legérintettebb, melyik korosztály esik leginkább áldozatul ezeknek a csalásoknak? Itt igazából azt lehet mondani, hogy minden korosztályt érint, aki bankkártyával internetbankkal rendelkezik, akinek e-mail címe lehet, aki SMS-ben megkaphatja ezt. Nyilván, hogy egy gyerek kap egy ilyen SMS-t, ő nem nagyon tud vele mit kezdeni, hogy most neki a csomagja nem érkezett meg is erre a linkre kattintson rá, de bárkit megtalálhatnak telefonon keresztül a csalók, illetőleg e-mailben is. Említetted a beszélgetésünk elején, hogy van egy applikációval kapcsolatos csalás is, ezzel kapcsolatosan mit érdemes tudni? Hát jelen esetben ennél az elkövetési formánál ugye vagy telefonon elirányítgatják a sértettet, hogy hova lépjen be és milyen programot telepítsen le a telefonjára vagy a számítógépére, és a program letelepítése után pedig egyfajta úgynevezett távoli hozzáférést fog kapni az elkövető, és a telefonon, illetőleg a számítógépen lévő összes leütést fogja látni az elkövetőnk. Tehát ilyenkor, hogyha beléptetik utasításra a sértettet a saját internetes bankfiókjába, akkor látni fogják a banki felhasználó nevét és jelszavát is, és ezt követően nyilván utána át tudják venni e fölött az irányítást és a rajta lévő összeget le tudják venni. Itt is nagyon fontos, hogy amikor telefonon kap utasítást is, ők valóban belépnek a sértett banki felületére, akkor is meg fog jönni ez a kód, amit a sértett, tehát meg fogják kérni, hogy ugye ez valami megerősítő kód is, hogy ezt diktálja be a részükre. Tehát én mindig azt szoktam mondani, hogy tényleg ne felejtsük el azt, hogy olvassunk el mindent, ha kapunk egy ilyen kódot. Igenis el kell olvasni. Azt is el kell olvasni, hogyha például be akarunk lépni a saját banki felületünkre, és hogyha ott is a bank kér egy saját legenerált kódot, akkor olvassuk el azt az SMS-t, amit érkezik, mert lehet, hogy mi nem is próbáltunk belépni a bankfiókunkba, és akkor ott megvan az utasítás is, hogy milyen telefonszámot kell hívni, hogyha ön nem kísérelt meg belépni az internetes bankjába, és ez a kód valamilyen más kísérlet kapcsán generálódott le, és lett megküldve a számunkra. Tehát nagyon fontos, hogy mindig olvassuk el, és gondolkodjunk el tényleg azokon a dolgokon,
bankon, hogy milyen adatok azok, amiket a bank kér tőlünk, hiszen a banknak rendelkezésre állnak a személyes adataink, rendelkezésre állnak a bankkártya adataink, és rendelkezésre állnak az internetes banki felhasználó nevünk is. Ezeket nem fogják kérni, tehát egy banki azonosításkor teljesen más adatokat kérnek, kér a bank, nem irányul az ő kérdésük ezekre a bankkártya adatokra. Tehát meg kell állni, el kell gondolkozni rajta, nyilván a csalók mindenféleképpen valamilyen stressz helyzetbe akarják hozni a sértettet, döntésre azt akarják, hogy ne gondolkozzon. Ugye a különböző használt termékek árusításánál pedig nagyon sokszor elmondják a sértettek, hogy ők annyira örültek annak, hogy végre vevőre találnak az adott termék kapcsán, hogy nem is gondolkoznak rajta, hogy miért kellene nekem azonosítani magamat, miért kellene nekem a saját banki felületemet kiválasztani mondjuk egy e-mailben vagy SMS-ben érkezett linken keresztül, és miért kellene megadnom ezek az adatokat. Hiszen még egyszer mondom, amikor el akarok adni valamit, akkor két dolgot kérdezzem meg, hogy milyen számlára utalja ezt az összeget, vagy hogyan kérem ezt készpénzben, hogyan jön el érte, és hova kell érte jönni, és milyen módon viszi el. És nincs neki, nem kell érdeklődnie az én bankkártya, illetőleg banki felhasználó, banki internetes adataim után. Igen, természetesen. Még a beszélgetésünk elején, illetve kamerán kívül említetted, hogy ha bár már mostanság egyre kevésbé, de egyébként előfordulnak a romantikus csalások is, ezzel kapcsolatosan milyen információkat tudnál megosztani a nézőkkel? Nagyon fontosnak tartom, hogy sem SMS-ben, e-mailben érkezett, sem telefonhíváson ne töltsünk le semmilyen applikációt, semmilyen alkalmazást a telefonunkra, hiszen a bank ezt sem fogja kérni tőlünk. Az utóbbi időben Jász-Nagykun-Szolnok megyében is azért előfordult, nyilván a tavalyi évben talán egy kicsit többször, hogy a csalók közösségi oldalon kezdeményeztek beszélgetést, majd kicsalták a sértett pénzét. Ilyenkor nagy szeretettel szemelik ki az egyedül élő, elvált vagy özvegy közösségi oldalon fent lévő áldozatokat, felveszik vele chat formájában a beszélgetést, sokszor külföldi személynek vagy külföldön dolgozó, jól szituált személynek adják is saját magukat, elzárkóznak a videokamerás beszélgetéstől, heteken, hónapokon keresztül akár ápolják ezt a kapcsolatot, miután kialakul egy ugye a bizalmi kapcsolat, ennek keretében belül akár fényképeket is küldenek saját magukról, és a saját életüket próbálják meg ebben is az ő által elmondottakat alátámasztani, mondjuk akár a munkájukkal kapcsolatosan, aztán, vagy akár arról, hogy ők most gazdag vállalkozók, orvosok, katonatisztek és hasonlók. Nyilván egy valamikori Magyarországra utazást helyeznek kilátásba, egy látogatást, amikor találkozni fognak a sértettel, akár egy komolyabb szerelmi kapcsolat, összeköltözés, házasságot is ajánlhatnak, és amikor már megfelelőképpen kialakult ez a bizalmi kapcsolat, akkor nagyon sok esetben előfordul az, hogy azt mondják a sértetnek, hogy nekik van valami nagyon értékes dolog, amit ők el fognak juttatni, mert csak a sértettünkbe bíznak, és ezt az értékes dolgot majd csomagküldő szolgálat útján el fogják juttatni hozzá. Ez lehet akár pénz, akár ékszer, bármi olyan dolog, ami fontos az elkövetőnek, és ugye el is indítják, elmondásuk szerint ugye el is indítják a sértett lakcímére ezt a csomagot. Hát ennek a költségét vagy már a sértett fizeti, vagy pedig menet közben közlik, hogy valahol a vánnál elakadt ez a termék, és további összegre van ahhoz szükség, hogy ezt vizsgálat nélkül átengedjék. És hát ilyenkor újabb pénzösszegeket kérnek a sértettől. Ha pedig nem akar fizetni, akkor azt azért úgy finoman elmondják neki, hogy egyébként a csomagtartalma illegális, és mivel az ő címe szerepel rajta, egy későbbi hatósági eljárást is vele szemben fognak lefolytatni. Egy másik formája az, amikor kialakul már ez a bizalmi, vagy akár érzelmi kapcsolat is, és ilyenkor arra hivatkoznak, hogy történt valamilyen váratlan dolog az életükben, zárolták a pénzüket, olyan anyagi helyzetbe kerültek, hogy nem tudnak Magyarországra utazni, és ezért repülőjegyre, vagy esetleg például azt mondják, hogy betegek lettek, és orvosi ellátáshoz, kórházi kezeléshez, gyógyszerekre lenne szükségük pénzre, ami természetesen csak
ez kölcsön, igen, és ők vissza fogják, igen, adni a sértettek számára. A lényeg az, hogy a sértettek ismeretlen embereknek utalnak akár a csomagért, igen, akár segítségképpen, akár nagyobb összegeket is, igen, akár több millió forintot. Hogyha valaki esetleg interneten keresztül kezd el ismerkedni egy ismeretlen személlyel, akkor mire kell figyelni, hogy ezt a csalást meg tudja előzni? Tehát nem tudhatjuk soha, hogy ki van a profil mögött, ezt mindig vegyük figyelembe. Amikor a Facebookra felregisztrálunk, akkor én azt tudnám tanácsolni, hogy ne adjuk meg a családi állapotunkat. Ha az online ismerősünk ugye beszélgetés kezdeményezett velünk, de mindig elzárkózik a webkamerás beszélgetéstől, ez azért már legyen gyanús az is, hogyha nem akarja, hogy másoknak beszéljünk a mi kapcsolatunkról, és ezt tartsuk titokban, ezért azt gondolom, hogy ez is egy intőjelnek kell lennie. Nagyon fontos az, hogy ne osszunk meg olyan információt, akár az anyagi helyzetünkre vonatkozóan, ami később kellemetlen lehet számunkra, vagy például ne küldjünk magunkról intim fotókat, amivel zsarolhatóvá válunk, és mindenféleképpen legyen véscsengő, hogyha pénzt kér tőlünk, hiszen gondoljunk abba bele, hogy egy teljesen ismeretlen személynek utaljuk át ezt az összeget. Köszönjük szépen, hogy eljöttél hozzánk, és megosztottad velünk ezeket a fontos információkat. Reméljük, hogy ennek hatására minél kevesebben fognak az online csalások áldozatává válni, és hogy ez egy jó kis oktató anyag lesz azok számára, akik esetleg még nem annyira jártasak az internetes vásárlások kapcsán, illetve azoknak is, akik egyébként sokat vásárolnak az interneten, mert ezek bárki számára megtéveszthetőek lehetnek. Úgyhogy köszönjük szépen még egyszer, hogy eljöttél hozzánk, és megosztottad velünk ezeket a tudnivalókat. Én köszönöm a lehetőséget. Kedves nézőink, köszönjük a figyelmet, Önök a Túri Objektív című műsorunkat látták. Ne feledjék, hogy műsorainkat az interneten is megtekinthetik. Minden jót kívánok a viszontlátásra!